Nagy sikerű koncertet adott az önkormányzati dolgozókból alakult énekkar. A hegyvidéki karácsonyi vásár színpadán több jól ismert ünnepi ének csendült fel zenés kísérettel. Az énekkar vezetője elmondta, senkit nem kellett a kollégák közül noszogatni a közös előadásra, a megalakuló kórus hallatára önként jelentkeztek. Az ügyvédirodánk hozta létre tavaly ezt a remek szokást, ugyan itt a karácsonyi vásárban léptünk fel, és tulajdonképpen önmagunk szórakoztatására kezdtük el ezt a hagyományt. Ez tavaly nagyon tetszett az önkormányzati dolgozóknak, ezért többen úgy gondolták, hogy idén több embert is be kellene ebbe a hagyományba vonni. Összesen 8 számot válogattunk össze, a klasszikus karácsonyi daloktól kezdve haladtunk a kicsit könnyedebb dallamok felé, kis karácsony, nagy karácsony, pásztorok, betlehemi királyok, és végül száncsengő, aztán a gyertyák volt egy megfelelő lezárása az éneklésnek. Meddig készültek erre a fellépésre? Körülbelül egy hónapot vett igénybe a felkészülés, de ezt nem mondanám egy komoly munkának, inkább kis szórakozással egybekötött közös éneklésnek gondolnám én ezt. Nagyon jó hangulatúak voltak ezek a fellépések, illetve előkészületek, és mindenki beleadott apai tanyait, úgyhogy le a kalappal a kis csapatnak. Az előadás a nézők között is nagy tetszést aratott. A rokonokból, barátokból, vásárlókból álló közönség vissza is tapsolta a zenekart. Nagyon tetszett több okból. Hát egyrészt, hogy a lányom is énekelt benne, másrészt, hogy egy nagyon jó közösség volt, akik énekeltek, mert hát ez egy amatőr ad-hoc kórus volt, és ennek ellenére én valamikor sokáig énekeltem kórusban, nagyon jól csinálták, szinte profi módon. Harmadikként meg azért, mert közösségformáló volt az egész rendezvény, figyeltem a közönséget is, úgyhogy ez jó, és ebben a kerületben egyre több ilyen van, pláne egy karácsonytáján, úgyhogy tetszett. A koncert után azt is megtudtuk, hogy jövőre is terveznek hasonló előadást. A zenei program után a kórust és a nézőket is forralt borral vendégelte meg az önkormányzat.